Az aszódi térség fekvőbeteg ellátása már 2012. júliusától a 60-i Albert Schweitzer kórházhoz tartozik, idén áprilistól pedig a szakrendelés is. A kórház vezetése úgy gondolja, hogy a megnövekedett ellátási terület miatt nem csökkenhet az ellátás színvonala, ezért több változást is eszközölnek az intézményben. Több fejlesztés is az alapítványi bál bevételéből finanszíroztak. Csaknem 2 millió forint gyűlt össze készpénzben a bál bevételeiből, illetve egy helyi vállalkozó pedig felajánlotta magának a betegőrző monitornak a megvásárlását, tehát több mint 2,5 millió forint gyűlt össze. Ugye a betegőrző monitort azt a belgyógyászati osztályon fogjuk elhelyezni, illetve a bál egyéb bevételeiből pedig egy szülőágyat vásároltunk, amelyet a szülőszobán fogunk elhelyezni. A beruházásra azért is szükség volt, mert az utóbbi esztendőben megnövekedett az éves szülésszám, közel 400 újszülöttet segítenek világra a 60-i kórházban. Az új szülőágy a napokban megérkezett, melyet már az átalakított helységben tudtak beállítani. A főigazgató asszony elmondta, hogy a legmodernebb berendezést tudták az összegyűlt összegből megvásárolni. Mivel jól sikerült a jótékenysági bál, sok szponzort találtunk, és sokan részt vettek a bálon, ezért összejött az a pénz, amiért meg tudtuk vásárolni az itt mögöttem látható újszülőágyat. És hogyha már újszülőágy van, és egyre népszerűbb a 60-i kórházban is az úgynevezett papás szülés, az együtt szülés, egyre többen veszik igénybe, ezért úgy döntöttünk, hogy a szülőszoba meglévő helységeinek átrendezésével és egy kis esztétikai megújítással egy külön helységet alakítottunk ki a szülőágy számára, ahol fogjuk tudni biztosítani a papáknak és a kismamáknak az együttes elhelyezését a szülés folyamán, tehát csináltunk egy úgynevezett egyágyas papás szülőszobát. A 60-i kórházat választó kismamák már az alternatív szülés mellett is dönthetnek, hiszen a felújított szülőszobán erre is lehetőség van. Az esztétikai megújulás során a padozatot kicseréltük a szülőszoba helységeiben. A régi hézagos mozaik helyett egy mai korszerű antisztatikus padlóburkolást kapott, amely a mai higiéniai viszonyoknak megfelel, fertőtleníthető, sokkal egyszerűbben tisztában tartható, és esztétikailag is szebben néz ki. A szalagfüggönyöket helyeztünk el a szülőszobán. A szülőszobán elhelyezett eddigi szennyes műszer mosogatót kivittük a szülőszobáról, tehát a szülőszobán szennyes eszközök tárolása, mosogatása nem történik most már a továbbiakban, ezt külön helyiségben végezzük el, illetőleg egy kicsit átrendeztük az újszülött ellátásnak a helységét is. Az intézmény szülészeti nőgyógyászati osztályon már endoszkópos eljárás is segíti a szakemberek munkáját. Pályázatok útján pedig nyertek egy 24 órás ambuláns PH monitort, valamint egy korszerű inkubátort. Felújították a gyermekágyas szobákat is. Lehetőség van babaszobás elhelyezésre is, de működik 4D-s babamozi is az intézményben. És akkor ennek alapján azt mondja a gép, hogy megfelel 20 hétnek, 333 g-nak, és a szülés várható ideje december 11 a mai mérés alapján. Mikorra várjuk? December 15. Jó, tehát ez ezt mutatja a mai mérésnek az eredménye. Most nem akarja mutatni magát már a popsiát a baba, tehát megmutatni nem tudom, de ha elhiszi nekem a kismama, akkor kisfia lesz. Jó lesz? Oké, rendben van. Az elkövetkező időszakban pedig további fejlesztések is várhatók ezen a területen.
Fut egy ilyen pályázatunk, amely összértékben 2,2 milliárd forintról szól, és ebben a program keretében megújulna a szülőszoba is, a császárműtő, a nőgyógyászati műtőt kivinnénk a központi műtőbe, újabb helységeket, újabb tereket nyernénk, és teljes műszaki és esztétikai megújítása történne meg a műtőnek és a szülőszoba helységeinek. Ám nem csak a szülészet terén érzékelhetőek a változások. A kórház a hozzátartozó ellátási területen élőknek a lehető legjobb szolgáltatást szeretné nyújtani, így helyben hoznak létre egy rehabilitációs központot. A jövőben így már nem kell Parádra, Salgótarjánba vagy más településre utazni az utókezelések miatt. Ez a központ egy rehabilitációs, járóbeteg rehabilitációs központ lesz, ami azt jelenti, hogy mozgásszervi, pulmonológiai, tehát tüdőgyógyászat, illetve kardiológiai rehabilitáció fog itt folyni. Azért járóbeteg rehabilitáció, mert ugye itt a fekvőosztályokon történt kezelés után, vagy akár egy traumatológiai műtét, baleseti műtét után nagyon-nagyon fontos a rehabilitáció, és ez hála Isten nem minden esetben igényel, vagy az esetek nagy részében nem igényel bentfekvést, hanem itt majd a kialakítandó úszodában, medencékben, különböző fizioterápiás eszközökkel remekül lehet rehabilitálni a műtét utáni, illetve esetleg kardiológiai vagy pulmonológiai események utáni betegségeket, és a beteg csak bejön reggel, elvégzi azokat a kezeléseket, vagy elvégzik rajta azokat a kezeléseket, amelyekre szüksége van, és délután hazamehet, és igazából egy kellemes, azt gondolom, kultúrált környezetben veheti igénybe a betegellátást. A tervezett beruházás közel 500 millió forintból valósul meg, az új rehabilitációs központ átadása ez év novemberére várható. Oh, my God.